Nagyon jó kis mérkőzés volt, izgalmas is volt, színvonala is megfelelő volt. Inkább jól játszottunk, mint helyenként néha belehibáztunk, de stabilan tudtunk viszonylag játszani. Talán a nyitásfogadásunk dadogott néha, illetve azokból a kikényszerített támadás helyzetekből, amikor már csak egy ember kaphatja a labdát, abból nem tudtunk sokszor kijönni jól. Csapat, ugye ott is vannak külföldi játékosok, jó összegyűlt gárda, jó edzővel, úgyhogy tartottunk ugye tőlük, és hát készültünk is rájuk. Az arcokon nem látszódott, hogy olyan felhőtlenül mosolygunk, mert mindenki nagyon koncentrált, úgyhogy most úgy gondolom, hogy nagyon jó egybe voltunk, mezőnyben, nyitásfogadásban, blokkokban, nagyon jó összehoztuk most, úgyhogy ez volt a siker kulcsa. Igen, jó játszottunk, úgyhogy most nagyon jó játszottunk. És hála Istennek a kritikus helyzetekben sem remegtek meg a kezek. Természetesen kisebb hullámvölgyek voltak, 2-3 pontosak, ez még úgy gondolom, hogy beleférhet, és rengeteg pozitívumot láttam. Azért a lányok tartottak ettől a mérkőzéstől, és jelentős szellemi apportot is belefektettek a mai mérkőzésbe. Hát ez az út. Tehát ilyen komolyan kell venni minden egyes rangadót, és akkor fogunk tudni az alapszakaszban méltó helyen végezni. Sajnos nincsenek olyan szélsőink, akik hihetetlen fizikummal rendelkeznének, és összeállt blokkok ellenében is esetleg ponttá tudják váltani a labdákat. Ebből nekünk használnunk kell jobban a fejünket, illetve technikailag jobb megoldásokat kell alkalmazni. Úgyhogy ezeket kell továbbra is gyakorolni, mert hát eddig is csináltuk, csak úgy látszik, hogy ugye ez még azért egy lassabb folyamat. Ez az egyik. Még mindig voltak sajnos kommunikációs problémák, amiben szintén lépegetünk előre napról napra, de azért látható volt egy-két ilyen bosszantó dolog, ami pusztán abból fakadt, hogy nem kommunikáltak, vagy nem voltak kellően határozottak bizonyos helyzetekben. Ennyi nagyjából. De én mondom, inkább szépen játszottak és jól játszottak, és örülök, hogy ezt győzelemre tudták váltani.